László. A tücsöt. Tücsköt fogtam a szobában. Heregült veszettül. Üldöztem a szegény párát 2 héten keresztül. Nem tudhattam, hogy a tücsök ilyen szívós fajta. Durtam, fultam. A többiek meg csak nevettek rajtam. Könnyen tették, mert 7:30-kor mind aludni mentek. Tücskünk viszont csak utána törtem a csendet. 8:30-ig épp csak hang volt, készült a koncertre. Ezek után rázendített, rá a szemterenje. Éjféltájban szerencsére kis pihenőt tartott, de hát aztán kipihentem, folytatta a harcot. Mert harcolt az a javából, helegűvel bírta, még szerencse a társait ellenem nem hívta. Felforgattam minden szobát, rendetlenség lett is. Átkozottam közben bőszen, vigyel a pest is. Gondoltam, hogy ha meglelem, széttaposom mentem. De amikor megtaláltam, a zsebembe tettem. Átmentem a szomszédomhoz mézes-mázes képpel. Gondoltam, majd jól kitolok, ki én a jó néppel. Észrevétlen, leejtettem tücsköm a szőnyegre. A szomszédom zeneértő, hát most már élvezze.